Szavasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon. Délutánon nemrég értem, ugyanis haza ugye munkából szokás szerint. Kint az idő, várjál, mutatom neked. Szép napos idő van, rettentő meg van, ugye még mindig itt a nyár, a nyári szünetből. Ez az utolsó hét, itt a Lukasz, szervusz! Ez az utolsó hét, ugye jövő héten hétfőn mész vissza, és ha várod már? Nem? Ugye szokás szerint egy gyerek se akar visszamenni az iskolába nyári szünet után, de egy hét, két hét hozzászoksz, és ugye minden visszáll a régibe, megint rohanunk az iskolába, munka után. Aztán még mielőtt valamit is csinálunk, nem más fogunk csinálni most, mint sorsolni, ugyanis ha valami jött, de ugye mondtam nektek, hogy nyereményjáték lesz. Ahogy láttam a kommenteket, ugye mindenkinek tetszett, legalábbis nagyon sok embernek tetszett ugye ez a valami öt. Ez a tengerpartos volt, és ma fogunk sorsolni, úgyhogy betöltöm a videót. Egy valakit ki fogunk sorsolni, és a szerencsés nyertesnek el fogok küldeni egy képeslapot, és egy valami kis ilyen kulcs tartod, ilyen ausztrálos valamit. Majd meglátjuk. Töltöm a kommenteket, látod itt? Pörögnek, elég sokat kaptunk mindenkinek, hogy meg szeretném köszönni tényleg a sok jó hozzászólást, és a hétvégén is ugye szombaton megint lesz valami ötköző, várja, betöltődött. A hétvégén, Lukasz, milyen legyen? Ali, ne nyomd meg, milyen legyen? Tengerpartos legyen? Mindig nem filmeztük az énem. Tudom, egy kicsit elmaradtunk, de lefogjuk azt is filmezni, rendben van? Jó. Lehet, hogy a héten, még mielőtt elmész iskolába. De ezen a héten szombaton én azt mondom, hogy megint egy tengerpartos lesz, és ahogy láttam, több embernek tetszik a tengerpartos, mint a másik. Bár van másik is, ami érdekes, csak nem a tengerparton fog lesz, de majd meglátjátok. Azt is meg fogjuk osztani, a szombaton, a héten valószínűleg megint egy ilyen tengerpartos lesz. Majd meglátjátok, de várjál, közben betöltődött, úgyhogy te akarod kapcsolni? Egy! Várjál, egy, kettő, három, nyomjad! A szerencsés nyertes nem más, mint mutatom. Snoopy, nekem a második tetszett a legjobban. Úgyhogy gratulálni szeretnék neked, arra szeretnék megkérni, hogy itt YouTube üzenetbe küldjed el a címedet, hogy hova küldhetem neked ugye az ajándékodat, és mivel még mindig ilyen január van, a posta egy kicsikét lehet, hogy lassabb, valószínűleg lassabb, úgyhogy lehet, hogy több lesz a megszokottnál, lehet, hogy 3-7 is lesz, mire odaér, vagy lehet, hogy 4 is. Aztán ki tudja. Általában ugye mondtam, hogy ilyen 2-7, max 3, de az elmúlt, ugye egy karácsony, meg új év környékén még mindig a posta nagyon lassú, el vannak maradva, de előbb-utóbb meg fogod kapni. Úgyhogy, még egyszer gratulálni szeretnék neked, aki nem nyert, nem kell elkesedni, ugyanis lesz majd egy nyereményjáték, ahogy ígértem nektek. Mit? Neked? Neked lesz nyereményjáték? Nem! Én csak akarok bármi egy komment mondni. Mit? Nem tudom, nyereményjáték, és csak mondod, a Lukasz nyert! Ja, Lukasz! Az vicces lenne, de tudod annak mi az esélye, hogy téged húzlak ki? Vagy nem én, hanem a gép téged húz ki. Van neki esélye, de nem olyan túl sok. Mit? Ne nyomogatod, nyuszi! Amúgy itt van a Davis is. Szervusz! Várjál, le kell kapcsolni még, mielőtt elnyom itt mindent. Hagyjuk! Ugyanis most el fogunk indulni, nem máshol fogunk elmenni, mint Tweetheads-be. Ugye Tweetheads az itt van mi nálunk lent itt a határon, az állam határon ugye. És azért megyünk oda, mert meg szeretnék nézni egy autót. Hogy milyen autót, majd lehet, hogy elárulom nektek későbbiekben. Ugye mondtam nektek, hogy még mindig nézegetek autókat. Most már egy jó ideje nézzünk autókat. Amúgy ez egy ilyen másik hobbi nekem így a videózáson kívül, ugyanis mikor nem videózok és van egy kis szabadidőm, akkor szeretek ugye autókat nézni, autós videókat, autókat keresni, ugye mivel mondtam, hogy akarunk ilyen családi autót venni. Úgyhogy oda megyünk egyet ma megnézni, hogy milyen autó, ahogy mondtam, hogy lehet, hogy elárulom nektek, vagy lehet, hogy meg is mutatom, lehet, hogy nem, ugyanis ez csak egy ilyen gyors néző lesz, oda megyünk gyorsan, megnézzük, és körülbelül ilyen 45 percre van innét, mi tőlünk egy órára ez az autó kereskedő, ahol árulják. Az autó nem mondhatom, hogy milyen, egy Holden Commodore V8-as, 6000 köbcentis, rettentő ilyen ausztrál izmos autó, ez a mászókár. És nekem rettentően tetszenek ezek az autók. Ez olyan autó és olyan árban van, ami nekem tetszik, nagyon is. És na minden, ma meglátjuk. Hogyha úgy döntjük, hogy elviszük kipróbálni, vagy illetve hozzahozzuk egy napra megint, akkor így is megmutatom nektek. Hogyha nem, akkor ebben nézzünk tovább, és ma meglátjátok, és nem akarom megint úgy mutogatni, ugye, mint múltkor, mikor elmentünk, és nagyon sok autót ugye megmutattam nektek, úgy volt már, hogy majdnem veszünk, szóval úgy döntöttünk, hogy mégse, majd még várunk, de na minden, meglátjátok. Aztán gyorsan megint, mert elindulunk, oda néz, milyen lett szerinted a Davisnek haja, látod? A feleségem egy kicsit levágta, nyuszi, mutasd a hajadat.
Látod? Pro is próbálta, ugye nagyon nehéz, mert mindig mozog a Davis, de a fürdőkádban, amikor játszott, ugye most a haját, látod, le van vágva, de egy rövidebb lett, nincs az a nagy göndör-göndör mindenhol. Nem mondom, hogy a legszebb, de most rövidebb. Ugye, Nyuszi? Nevész, mit nézel a tévébe? Megint mese van. Ja, ez a Mr. Maker nagyon szereti ezt a nem mesét, ez micsoda, ezt a gyerek filmet. Nem filmet, sorozatot. Na minden, ugyan, húzzuk a cipőnket, aztán gyorsan indulunk. Gyere, te! Na, mutatom, nézd a hát, nem lehet látni, mert elfut előlem. Gyere vissza! Nem. Ne rohanjál! Na látod, milyen háttul a haja? Azt mondta a feleségem, hogy ahhoz képest, hogy most vágott először hajat, ugye nem szokott hajat vágni, nem lett olyan rossz. Nem lett olyan rossz, bár nem tudom. Ha gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, hogy mit gondoltok a Davis hajáról, már amire ugye láttátok. Nem olyan túl egyenes, de első vágáshoz képest nem lett olyan rossz. Azt mondják, hogy rövidebb lett, és ugye ebben nagy melegben nem izzad annyira neki a feje, és abból jobb. De amint megnyúl és le tud ülni legalább egy pár percre, akkor ugye elviszik majd rendes fodrászra, és majd rendesen megnyírja, ugye, ahogy a Lucasnek is ugye, annak idején, ugye régebben. Most már én nyírom neki, már most már nem fogom, úgyis ezt a lenyalt hajat ugye akarja, és na milyen, azt nagyon nem kell nyírni. Na mi helyzet? Gyorsan iszol egyet, látod, felvette már a szandáját, aztán elindulunk. Ugye mindig ez a nagy meleg van, ez az izzadós, holnapra megint ilyen nagyon meleget mondanak, ilyen 40 fok környékét. Jelenleg a 30-32 van még mindig mi nálunk. Hallottam, hogy nálatom még mindig hideg van, ugye ott a tér, és még a hó is esik. Mi csinálsz? Mit tesztel? Mi ez? Ez a Lucasnek a kedvenc, mi ez? Rollapja. Rollapja. Ilyen... Nem eszünk. Nem eszünk, ilyen minek hívják? Rollap, én nem tudom. Ilyen cukros valami, várjál mindjárt. Mutatom, kinyitja, és elpresízi, ugye? Elpresízi. Nem nagyon tudok kinyitni. Nem nagyon tudom, mert össze van ragadva, gondolom azért. A melegbe. Ma vette a feleségem. És mire hazaért, addigre összeragadt. Na minden! Úgyhogy cipőt húzunk most látni, és elindulunk, mert sose fogok odaérni. Megérkeztünk, látod? Itt van lent a tengerpart. Ott van a víz. Ott lent, ahol most nem fogunk lemenni. Már egy pár turista van lenne, ahogy látjátok. Na már közben zöld a lámpa. Itt látszik ez a körforgalom, itt ez a parkoló, és utána lehet látni, megint a vizet várja. Csak átmegyünk, nem jön senki. Itt van ez a hegyoldal. Itt lent, látod? Ott úsznak egy páran, jó páran. Itt meg lehet állni, át lehet nézegetni, de ahova mi megyünk, ahova a kereskedő van, ez az autókereskedő, az egy kicsit odébb van. Körülbelül egy ilyen 5 perc vezetésre innét. Oda, szerinted mennyien lesznek ott lenne a túloldalak? El kellett volna hozni a fürdőgatyákat, komolyan mondom, hogyha előbb végeztünk volna, el kellett volna hozni, erre menjünk, elmegyünk barna. Rendben van? Elhoztuk volna a fürdőgatyákat, aztán belemettünk volna utána a vízbe. Nem is gondoltam rá. Minden, most már túl késő, ugye, és nem hoztunk magunkat. Ugye, elmegyünk gyorsan, megnézzük ezt az autót, aztán lehet, hogy majd valahol sétálunk itt egyet a parton, max, hogyha nem is fürdünk. Az idő az nagyon meleg, olyan mondom, 36 fokot mutatott idefelé a hőmérő. Végeztünk! Nem néztük meg az autót, ugyanis képzelem, eladták! Tudtam, hogy fel kellett volna őket előbb hívni, mielőtt ide jövünk, de gondoltam, úgyse adták el, de hogy nem adták el, ugye, na minden. Amúgy most megálltunk itt a part mellett, látod? Ott a víz, meg itt a víz, egy park is, úgyhogy egyet itt sétálunk, valószínűleg aztán megyünk majd hazafelé. Amúgy meleg van, úgyhogy menjünk. Na, lejövünk ide egyet a parkos részben, amit körbe lehet sétálni, arra felé, minden felé. Hova? Mit láttál? Ja, mi ez itt? Egy nagy ilyen kavics. Ja, úgyhogy itt fogunk egyet, mit csinálni? Ide lesüccsenni? Look! Hoppá! Vigyázz! Oda néz! Jaj! Látod, itt lehet menni? Ott ki lehet nézni, hogy sokan fényképezkednek. Na, de is elkezdett futni. Lucas, mi van odaírva? Lucas, mit mondtál? Nézzünk ki, mint turisták! Ja, úgy nézzünk ki, mint a turisták, kamerával a kezünkbe. Mi a helyzet? Oda lemegyünk, gyere, kinézünk ott is egyet. Van még ott lehet úszni, meg szörfözni. Ott vannak lent sokan. Már oda most nem fogunk lemenni, nem hoztunk magunkkal ugye sürtőruhát. Oda, vigyázni kell, nem, hogy véletlen beleessél. Mi Lucas? Te, mekkorát lehetne oda valaki, aki oda kiállna, ugye egyszer-kétszer lehet volna, hogy egy pár ember nem itt, de ilyen helyen leesik, ugye, de kiállnak fényképezkedni, aztán nem néz oda, és puf, beleesik. Ahogy szép, nem szép, jó ilyen tengeri illat van. Szép tengeri illat van. Mi Lucas?
Nézd, ott van szemben Surface, látod? Ott! Várjál, próbálok egy kicsit ráközelíteni, ha lehet látni. Ott, ahol vannak azok a nagy emeletes házak. Amúgy olyan nagyon sokan nincsenek, azt hittem többen lesznek. Azt hittem, hogy te lesz ugye turistával ez a rész, de van egy-kettő, de nem annyira sok, amit gondoltam volna. Ugye most valószínűleg lesétálunk, várjál, mutatom neked, hova sétálunk. Oda le, valószínűleg nem egészen le, de valameddig biztos. Amúgy látod, ha itt laknánk ilyenbe, milyen szép kilátásunk lenne, látod? Mostan is olyan rossz, de azért ezeknek a lakásoknak szerintem jóval szebb a kilátásuk. Ránéz ide, ugye erre az óceánpartra. Na várjál, hova rohanunk, Nyuszi, hova rohanunk? Na, feleségem, Lucas, ott jönnek, látom, itt föntről gyalogoltunk, és erre elnézünk, oda le lehet menni, ott van egy ilyen strandos rész, amit ott ugye nem néznek, de sokan lent vannak, inkább szörföznek ott azon a részen. Ha itten tovább megyünk, nagyon elfáradtál már? Vigyázz, de mert meleg, nem meleg? Nem. Nem? Akkor ide leülünk. Na, Davis is oda lecsütsenik egyet. Oda át lehet menni oda a túloldalra, ott nézik a partot, ugye az életmentők, az biztonságosabb, mint ez a rész itt lent. De itt is nagyon sokan vannak, amit vigyázni kell, főleg a Davis, ha ide kijön a szélére, hát és egyből ott bele tud esni, mármint ez a bozód lehet, hogy megfogja, de azért vigyázni kell. Ott látod? Oda néz, látod az micsoda? Várj, ráközelítek. Olyan, mint egy béka, látod, a körre ráfestettek egy ilyen rettentő nagy békát. Nézi a tengerpartot, ja, nézi a fürdőket, az a nagy béka. Elég vicces, látod, hogy megvan a keze is. Ja, a keze, a lába. Elindultunk visszafelé, valószínűleg, hogy hazafelé mutatom. Látod, itt van az a másik rész. A valami jött be, itt nem, ide nem jöttünk le. Ez is végül is az egyik kedvencünk, ugye? Ugye valami jött be szombaton, volt szó az öt kedvenc tengerpartunk. Ezzel a tengerparttal az a baj, hogy egy kicsit messze van mi tőlünk, ahogy mondtam, kb. Egy 45 perc, egy órás vezetés, és ugye mire ide lejössz, meg hazamész, meg azért nagy ritkán szoktunk ide lejönni, de ez se csúnya. Ahogy mondtátok, ugye többen mondtátok, hogy az a sziklás rész, ugye az utolsó tetszett nektek. Nem tudom, ez hogy tetszik nektek? Szerintetek jobban nézett ki, mint az az utolsó sziklás, vagy hasonló, vagy na ugye, ti annyira mondjuk nem láttátok, mert ugye nem látjátok az egészet, de itt egy kicsit több szikla van, én azt mondom. Ugye, Lucas, ilyen több ilyen helyes sziklás. Nem olyan túl sok, de több van. Na mindjárt, gondoljátok, írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, bár szerintem szép. De ez, hogy azért tetszik ám, mert nem járunk minden nap ide, vagy nem olyan sűrűn, és a többi az megszokott már, nem tudom. Amúgy itt van sok ilyen, látod, ilyen kisebb, nagyobb kávézó, és most már kezdünk ugye kijönni, de itt vannak kávézók, itt a tengerpart mellett, egész végig, ugye ott a víz, és na mindegy, ha megszomjazol, megijezel, csak ide felrohansz, aztán megiszol egy kávét, vagy megiszol egy üdítőt, vagy éppen ugye amit akarsz, aztán vissza lemész fürdeni. Na mindegy, ugye most megyünk hazafelé. Visszaérkeztünk ide a Gold Coastra, megálltunk, a Davis majdnem elaludt. Mi a helyzet, Davis? Jót bobiskoltál? Oh, egy picit nem aludt, de mégis ilyen fél álomba volt, aztán felébredt. És megérkeztünk még. Az idő most nem látom, hogy hány fok van, de én azt mondom, egy kicsit itt jobb az idő, nem? Vagy lehet, hogy lejut az autó. Ki tudja. Na mindegy, most bemegyünk, aztán veszünk kenyeret, és oh, nem tudom, ilyenkor az ember mindig kicsit elfárad, ilyen egy órás vezetés, olyan oh. Mindegy. Kiszállunk és felébredünk, csak a Davis iszik egyet. Nem osztunk be abba a kocsit, úgyhogy sétálunk. De most a Davis biztos. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, közben lement a nap, kezdő sötétedni. Úgyhogy ezt a mai videót itt most én lassan befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!